Elérték a harcok Mariupol belvárosát, erősítette meg péntek délután a város polgármestere az orosz jelentéseket. Az emberek bunkerekbe menekülnek, a lakóépületek 80%-a megsérült vagy megsemmisült. A polgármester szerint nem maradt semmi a város központból. Már több mint 35 ezer embert sikerült kimenekíteni Mariupolból. A színházatért támadás után folynak a mentési munkálatok, a mariupoliak itt rejtőztek el az ágyúzás elől. Jelenleg úgy tudjuk, hogy több mint 130 embert sikerült megmenteni, de mariupoli lakosok százai még mindig a romok alatt vannak. Az ágyúzások és minden más nehézség ellenére folytatjuk a mentési munkákat, mondta az ukrán elnök. A görög miniszterelnök bejelentette, hogy országa készen áll annak a szülészetnek az újjáépítésére, amelyet bombatámadást tett tönkre Mariupolban. Az olasz kulturális miniszter pedig arról beszélt, hogy Olaszország a városi színházat építené fel. Az orosz tárgyaló delegáció szerint félúton járnak, hogy megegyezzenek Ukrajna demilitarizálásában, és álláspontjuk leginkább az ország semlegességének és a NATO csatlakozás feladásának kérdésében áll közel. Ukrán részről ugyanakkor azt állítják, hogy Oroszország megpróbál feszültséget gerjeszteni a médiában, de Ukrajna álláspontja továbbra sem változott.